Sziasztok, Bertenyő vagyok, és a mai videóban végignézünk mindent, amit a piacról tudni kell, ami történt eddig, ami történni is fog a következő napokban, illetve hogyan kereshetsz coint rajta, és egy-két befektetést is megosztok veletek, amíg kijön a játék. Szóval, mi az, ami történt eddig? Szerdán kijött a játék, kicsit késett a webapp, jó, belefér. Viszont, ami a legnagyobb érvágás, ami miatt én meg se csináltam az Advanced SBC-ket, untradeable volt. Szóval lényegében az egyetlen zseton mennyiség, ami a piacon van, hát ez két dologból származik, valakinek már nagyon-nagyon korán megvolt a játék, de az nagyon-nagyon kevés ember. Igazából az átlag játékosoknak az egyetlen dolog, ami van, az ami a Welcome Back Pack-ekből jött zseton, illetve ennyi is a kínálat, ami jött a piacra. Ami sem ennyi. Ezért minden rohadt olcsó volt, viszont nagyon nehéz volt elindulni coinokkal. Amiket én csináltam. Steamen vissza tudjátok nézni, snipe filterek voltak, azokba fogok mutatni párat, metakártyákkal trédeltem, alávágásokat kerestem, snipoltam őket, igazából ezt csináltam végig, és hát ez egy nagyon grindolós időszak, szóval ha egy 50k coint megkeresel a napok alatt, már az egy hatalmas induló, veszel egy-kettő kis olcsó meta játékost, az egy kicsit megnövekszik, lesz belőle 80-100k, teljesen jó. Nem szabad túl stresszelni ezt a webapp időszakot, hogyha itt most nem tudsz annyira coint keresni, nincsen vele semmi gond. Én is nagyon szenvedek jelenleg, mindjárt mondom, hogy állunk. 125 ezer transzeptoitom van, az egyébként 175 ezer, csak van egy ikonom quickselbe, de arra majd kitérek. A következő napokban is ezt várom. Most a Marki matchup jött egy kicsi coin mennyiség miatt, az emberek, hogy nyitották a pekkeket. Növekedtek is az árak, de még mindig nagyon olcsók, szóval, ha megnézzük, hogy mondjuk egy Vinicius meg kezd emelkedni, meg a piac most emelkedik, és jól lettem, ilyen 130 körül van, még mindig túl olcsó ért az, hogy egy Neymar még mindig 250, vagy tegnap messzire licitáltam 100, Neymar még 240 ezer, ez egy 800k-s kártya lesz, és vagy például Messit néztem tegnap licitán 100 ezer körül, mennyi most? 130 ezer, ez még mindig túl olcsó, viszont ez lesz, hogyha jön olyan SBC, amiből jöhet zseton, például a Marki matchup, amit trade-ből, egy kicsit plusz coin a piacra, picit fognak emelkedni a meta kártyák, plusz amiatt is, mert például a traderek csinálnak coint, plusz befektetők, vagy akik már játszhatnak a játékkal, mert lassan a game changerek biztos meg fogják kapni, az is befolyásolni fogja. Úgyhogy igazából, hogyha most be tudsz még fektetni néhány játékosba, az egy teljesen jó módja, nem kell folyamatosan trédelni, ilyennek mondom például egy, attól függ mennyi coinod van, de például egy Zsotát nagyon kedvelek, nagyon olcsónak néz ki, nem tudom most mennyi körül, mennyi kb. A Zsota, 20k körül van, Zsota az szerintem nincsen sok jó Premier League-es csata, úgyhogy én a Zsotát nagyon kedvelem, akár a Haaland, az a Haalandnak, három csillag, azokban nem szeretek befektetni. Én jelenleg a hírókat figyelem egyébként, hogy azok közül egy jókolt, hogyha el tudnék csípni, annak nagyon örülnék. Tegnap megforgattunk három hírót, kettő Dudi föllet, meg egy, nem tudom, hogy kell kimondani, de igen, őt sikerült megforgatni. Kinyitva lemaradtunk párról, inkább ikont vettem, egy Torres sikerült, baby Torres sikerült elhoznom, és amit én csináltam, az, hogy egyből quickselleztem. Na miért csináltam ezt? Azért, mert 7 napig vissza tudom hozni a quickselltek keveréből. Ja, az elmúlt 7 napból. Szóval ezt a Torres-t még van, szeptember 30-ig visszahozhatom. Na hát én addigra bőven keresek 63 ezer plusz coint, amint kijön a játék, elnyitom a FIFA pontomat, stb. Amikor már konzolon, campstart-ré tök könnyen lehet majd coint termelni. Visszahozom ezt a Torres-t, és ugyanúgy eladom majd szerintem 400k körül lesz. Ahelyett, hogy most tartanám, és mondjuk lenne csak 10k coinom, így még ugyanúgy van 75k coinom, amiből be tudok fektetni másba. Így mondhatni, egy dupla befektetést csinálok. Ezért nézem most a hírókat, mert egyébként a hírót is elquickszellezném, és utána olyan 15-20k coinnal kezdeném előre. Ez a cél egyébként. Kint ennyire nem fogom tudni elhozni, valószínűleg egy call lesz belőle egyébként, de az is call meg a Torres összesen szerintem fog egy 600 ezeret hozni nekem, és akkor az már egy elég jó kezdőtőkeim még mellé, amit a webapp időszakban megkerestem, én teljesen elfogadnám. Úgyhogy térjünk ki arra, hogy letudtuk az én akkontomat, velem mi újság. Hogyan tudtok ti coint csinálni? Egyrészt metakártyák sznájpolása, főleg akkor, amikor kínálat van, mint például a Marki matchup, az nagyon jó. Napközben licitálások, advanced SBC körüli trédelés, igazából felmész futbinre,
megnézed az SBC megoldásokat, sznájpolod a kártyákat róluk. Nagyon grindolós időszak, szóval ne várjátok, hogy olyan pofon egyszerű lesz, vagy hogy nagyon-nagyon sok coint fogtok keresni, mert nekem is szenvedős. Igen, na mondjuk ezen van like 3200 coin, igen, legolcsóbb. Hát igen, és akkor vannak bronzok benne. Na most a bronzokat tökéletes nézni, mert egyszerűen biztos, hogy nem 200 coin már, igen. Na most kérdez valaki, felteszi 200 coin, amíg annyi az ára, azonnal rárepülhetsz. Ez a paluszák, mennyibe van? 800 coin körül, nézzük, van-e rá licit nincsen, és akkor csak ide ülsz és sniperod. Látod, 700-800 körül még mindig veszik a márkiba, még az a top megoldás. Ja, és igazából... Például, hogy most csak egy példát mondjak, ez amit tudsz csinálni. Ezen kívül még mondok pár sniperfiltet, amit... És ugye, hogy végigjelsz a solutionbe akár mindegyik kártyán, nyilván én a bronzokkal kezdenék, de akár egy ilyen Rámani, vagy aki rossz pozícióban, ez a Frankowski, ő is jó lehet, még őt megnézzük. Frankowski 350 elvileg. Ő még mindig annyi. Akkor tovább lépsz, és így végignézed. Megnézed mondjuk Darmiant. Bekerült egy solutionbe az olaszok. Darmian még mindig olcsó, de megveszik 450-ért? Azt akarom megnézni. 450-ért nem, 400-ért veszik meg. Igen, de még azon is tudsz coint keresni, hogyha elhozod 300-ért viden, eladod 400-ért. Ilyenekbe kell gondolkozni, mert egyszerűen nincsen coin a piacon, és minden 100 coinért le kell hajolni és meg kell szenvedni érte. És én mondom néhány snipefiltert, ami működik, amit én használtam. Goldre, Premier League és C védő. Ez kb. Hát 1300-200 körül van már. Ja. 1300-1300 megveszik mindegyiket. És akkor itt ősz és snipolod. De ennek, ami van még egy jó verzió, ne ezt az Aguerdet dobja csak ki. Amit én csináltam, az Gold, CB és Argentin. Egyszerre két játékos snipolsz. Snipolod a Tottenham-es Romérót, illetve snipolod Lisandro Martinez-t, nem tudom, hogy most itt kicsit tágább rakom, akkor kidobja a Martinez-t is. És volt is, hogy elcsíptem párszor a Martinez-t, úgyhogy ja, Martinez kb. Ilyen 2004-nél bukkan föl, Romero meg olyan 1800-900-nál van. Megnézed, hogy 1900-nál mindegyiket megveszik, azért, mert 59 percnél van csak listázás, nincsen máshol, mert például 2000 már lassan viszik el, 55 percnél van a listázás, valószínűleg még annyira is megveszik. De ha 1900-ért akarod gyorsan eladni, akkor tudod, hogy legyen profitom rajta, akkor 1700-ért kell sznájpolni. És akkor itt ráülsz rajta. Sok fog jönni? Annyira nem. Nehéz lesz elhozni? Igen. Van most jobb módszer, amit tudsz csinálni? Nem nagyon. Még egy van, amit tudok ajánlani. Hallottam, hogy egész tűrhetően megy a bronzpekkezés. Az a baj, nagyon nehéz, hogy profitálható legyen így, hogy csak a 750 coinos van. Úgyhogy én annyira nem kedvelem, de nem rossz egyébként. Főleg most, hogy a Marki matchupba is simán mehetnek bronzok, meg egy csomó foundation van, amiben kellenek. Talán még egy-két napig rá lehet próbálni, de szerintem akkora profit már nincsen benne. Az első nap még volt benne azért, de szerintem ma már nagyon nincsen benne, meg ezt is hallottam róla egyébként, csak ezt is akartam mondani. No, még filterek, amiket használtam, amit még a nézők is mondtak Twitch-en, hogy jó volt, az a Goldrare CM francia, nem tudom, hogy most még mennyire van értékük. Goldrare CM francia az, ja, 1400-1300. Igen, még 1100 körül elhozod a francia, azért ez a francia filter, mert mondjuk csak a kokán van, ahogy nézem, ilyen 1300 körül. És van egy csomó más, szóval mondjuk 1200-nál sznájpolod, és simán följed Tolisso, Rabiot, csomó játékos, akik sokkal bőven drágábban mennek el, és ez így egyszerre sok játékos van, aki sznájpolsz, ez a legjobb ebben a filterben egyébként. Például Rabiot az még mindig, ja, Rabiot az ilyen 1600-nál bukkan föl, most 1200-en sznájpolod, ott fölbukkan a Rabiot, egyből 500 coin profit, de ezeket biciten is próbáltad hozni. Ugyanez még Goldrare CM Brazil, azok még mindig 1400. Viszik azonnal, 1500-ért lassabban viszik a Bruno-t, és akkor itt még elcsíphetsz akár egy Fredet is, elcsíphetsz egy, nem is tudom még ki van itt, de ez még egy jó filter, akár még Goldrare, azt hiszem a League 1-es védők, azt hiszem még ez az, ami egy, főleg, hogyha franciát rárakod. De ez azt hiszem megy simán izé League 1 nélkül is, Goldrare CB francia. 1700-1600 körül vannak, 1800-ért viszik mindegyiket. 1600 körül sznájpolod, az tökéletes profit lehetőség. És akkor itt a Niaketé, meg még van egy-kettő League 1-es, Todibó, stb., aki fölbukkant. Illetve
pozi módosítókat is sznájpoltjátok, most a Máki meccsap miatt nagyon drágák lettek megint, nem tudom mennyibe mennek most jelenleg, olyan 2500 körül. Snipe licit mehet rájuk ugyanúgy, ja, 2500... 700 év van 59 percen. 2900 ér megveszik? Hát 2 perc a vége előtt az necces. 2800 ér igen, 56 perc. Akkor tudom, hogy már 2600 ér is profit, de amúgy 2500 lenne az ideális. Például amit fölbukkan, csak nem is került elsznipolni. És én így járnék. Végig. Hülye potok. Na mindegy. Igen, ebből állnak a napjaim, hogy sznipolok és szenvedek így valahogy. Ezt a nevet adnám neki. De sajnos muszáj, meg kell szenvedni minden egyes coinért. Jó, ez nagyon lassú voltam. De ez 2600, ez nem is olyan jó. És ez annyit nem számít. De egyébként igen, így néz ki a napom, úgyhogy ezeket ajánlóként tudtok csinálni. Csapatot, hogyha bármilyen magasabb játékos, egyébként, hogyha van egy ilyen 40-50k coinotok, mondok néhány nevet. Nkunku, Mané, vagy kicsit több coin, Salah, valamelyik discard író, például Pai Jisung vagy Jumberg, már azt egy discard el tudod discardon, és talán van coinot trédelni. Teo Hernández, Jota, Luis Diaz, mondjuk Luis Diaz, mert állja, Luis Diaz is jó még, akkor Koundé, Militao, Rüdiger, most itt pár játékos, akik, hogyha van coinotok, és csak be akarjátok fektetni, ezeket megveszitek, drágábbak lesznek, nem kell aggódni miatta. Úgyhogy ez volt a mai videó. Szerintem átbeszéltünk mindent a piacról, ha van valami kérdéstek, a kommentekbe írjátok le, és megválaszolok mindent. További szép napot mindenkinek, sziasztok!